Ez a filmfesztivál idén milyen élményeket kínál? A 2024-es Imázsia kínai filmhéten összesen 6 játékfilmet tekinthetnek meg a nézők, és ebből 5 kínai film lesz. Ezek közül van 2 klasszikus filmalkotás, van 2 olyan film, ami az elmúlt 10 év kiemelkedő kasszasikereit ért el, illetve van teljesen új alkotás is. A legújabb filmünk az most is megy éppen a kínai mozikban, úgyhogy ezt még mi sem láttuk, mi is nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És hát a 6. film az pedig egy magyar film, a Mester játszma, és ez úgy kapcsolódik Kínához, hogy tavaly részt vett egy kínai filmfesztiválon, és a rendező is akkor kint volt Fuzhouban, ez a 10. Silk Road International Film Festival volt egyébként, és hát ő is el fog majd jönni, hogy meséljen az élményeiről. Nagyon izgalmas vendégek lesznek idén. Az egyik vendégünk a Pekingi Filmakadémiának az egyik dékánja, Wu Guangping, aki ezen kívül az egyik vezető kínai filmes folyóiratnak a főszerkesztője, és egy kicsit be is mutatja majd a filmeket a magyar nézőknek. Rajta kívül még eljön 2 filmnek is a rendezője, az egyik Xie Fei, aki az én doktori témavezető tanárom volt, és az Egy lány Hunanból című filmet rendezte, és hát vele is találkozhat majd a közönség. Ő egyébként nem először jön majd Magyarországra, mert tavaly is itt volt. Illetve a másik rendező pedig Ding Shang, aki a Mr. Wu című filmet, a Tusz drámát rendezte, és ő inkább egy ilyen közönségfilmes rendező. Például Jackie Chan-nel is már több filmet forgatott együtt. Tehát akkor filmek is, meg filmesek is, úgyhogy az Uránia Filmszínházban sok lesz az izgalom. És még ugye Tóth Barnabás is el fog jönni, ugye a magyar rendező, és hát magyar filmes szakértőknek a részvételére is számítunk. Főleg lesz egy közös programunk a Kínai Kortárs Könyvklubbal, és ott is több szakértő fog részt venni a beszélgetésen, például Dudás Viktor többek között. Akkor tehát irány az Uránia.